Márton Gréta eddigi pályafutása összefonódott a Ferencvárosi Tornaklubbal. Női kézilabda csapatunk válogatott balszélsője 2007-ben 7 éves korában igazolt a Fradiba, és egy szezonnyi kölcsönjátékot leszámítva nem is szerepelt másik egyesületben. Ráadásul már most, a napokban 2024-ig meghosszabbította a jövőre lejáró szerződését. 21-esünkkel ennek apropóján eddigi pályafutásáról és az FTC-vel való kapcsolatáról beszélgettünk. Mohácson születtem, és körülbelül 3-4 évesen felköltöztünk Budaörsre, és a szüleimnek támadt egy ötlete, hogy mi lenne, hogyha a testvéreimmel együtt mindannyian sportolnánk, és a nővéremmel, illetve az egyik barátnőjével 2007. januárjában kerültünk ide a Ferencvároshoz, amikor részt vettünk egy próbaedzésen, és végül itt ragadtunk. Mindenképpen Pádár Ildikót kiemelném, hiszen őt tekintem így az első számú nevelőedzőmnek. Utána nagyon sok más edzővel is dolgoztam együtt. Mindegyiküktől nagyon sokat kaptam, és nagyon sokat tanultam. A régi gyerekkori csapatomra nagyon szívesen gondolok vissza, mert voltak olyan pillanatok az iskolás éveimben, amikor egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy kell-e kézilabdáznom, vagy próbáljak ki valami mást, de a jó hangulat és a lányok mindig itt tartottak, és szívesen jártam ide a Ferencvárosba edzeni. Gréti már az utánpótlás csapatokban is a 21-es messzámot viselte, választása mellett pedig felnőtt korára is kitartott. A 21-es szám egy véletlen műve volt. Amikor elkezdtem itt kézilabdázni, akkor a 8-as számot választottam, de egy edzésre később érkeztem, és talán 3-4 olyan messzám maradt, ami még választható volt, és így került hozzám a 21-es, aminek először nem örültem, mert mindenképpen a 8-as szerettem volna megtartani, de apukám azt mondta nekem, hogy Gréta, ez egy szerencsés szám, és én biztos vagyok benne, hogy a szerencsét fog neked hozni. A szüleim a lehető összes mérkőzésemen ott voltak, és mindenben támogattak. Nagyon sokat köszönhetek nekik, mert az ő segítségük nélkül most nem tartanék ott, ahol vagyok. Sokszor volt, hogy a két másik testvéremmel együtt hoztak, vittek minket végig, és mindent megtettek azért, hogy nekünk jó legyen. Most egy kicsit nehezebben viselik ezt az időszakot, úgy, ahogy a szurkolók is, ők is nagyon szeretnek ide járni a mérkőzésekre, úgyhogy otthonról, tévéből figyelik azt, hogy hogy szereplünk. A szülők már hosszú ideje a felnőtt csapat meccsein szurkolhatnak Grétinek, aki 2015. novemberében debütált a nagyoknál az élvonalban. Erre úgy emlékszem vissza, hogy nyár elején az akkori edzőm Kovács Attila mondta nekem, hogy nyártól a felnőtt csapattal készülhetek, mert Elek Gábor nagyon szívesen látna a csapatban. És nem tudom elmondani, hogy akkor mit éreztem, mert egy borzasztóan nagy álmom vált valóra. Mindig arról álmodtam, hogy majd egyszer a felnőttekkel tudok játszani, és akkor még nem is akartam elhinni, úgyhogy egész nyáron nagyon keményen készültem, hogy fel tudjam venni a felnőttek tempóját, és azóta is minden percét élvezem ennek. Nagy váltás volt, mert 2017-ben kerültem ugye az MTK-hoz, és előtte soha nem volt még felnőtt tapasztalatom. Ott az MTK-ban nagyon sokat tanultam, és rá egy évre már ugye a junior világbajnoki címet is ünnepelhettem a csapattal. És az az időszak, illetve az utána következő egy év az nagyon nagy mérföldkő volt az életemben. Ugye akkor mutatkoztam be a Bajnokok Ligájában is, és akkor szerepeltem igazán először a Ferencváros első csapatában, úgyhogy szívesen gondolok vissza arra az időszakra, és még mindig hihetetlen, hogy 18 évesen be tudtam mutatkozni. Márton Gréta még most is csak 21 éves múlt, de már a Fradi keretének tapasztalt játékosai közé tartozik, aki személyiségével is fontos helyet vívott ki magának. Most már úgy egészen jól kezelem a szituációkat. Még mindig hatalmas dolog egy Bajnokok Ligája mérkőzésre készülni, vagy ott szerepelni, de ugyanúgy egy szimpla bajnoki mérkőzés is nagyon sok munkával jár, és nagyon sokat készülünk rá, de most már egyre jobban otthon érzem magam, mondjuk mindig is otthon éreztem magam, de most már úgy érzem, hogy megérkeztem. Alapjáraton nem vagyok egy nagyon szórakoztató személyiség, inkább tényleg talán a kisugárzásom az, amivel
jobb kedvre tudom deríteni a többieket, illetve nagyon szeretek beszélgetni, egy nagyon társas lénynek tartom magam, úgyhogy nekem ez mindenképpen fontos, hogy valami ilyesmi szerepet tudjak fölvenni, és akár az idősebbekkel, akár a fiatalabbakkal egy jó kapcsolatot tudjak teremteni. Van tehát, amiben Gréti már most nagyon erős, de van olyan dolog is, amiben vezetőedzője Elek Gábor még fejlődést vár tőle, ez pedig a jó értelemben vett csibészség. Ezt a mai napig többször el szoktam mondani, Gábor, hogy lehetnék egy kicsit pimaszabb. Valóban nem vagyok ilyen, és ebben még sokat kell fejlődnöm. Bízom benne, hogy a korral és a rutinnal ez jönni fog. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó a kapcsolatunk, és én nagyon sokat tanultam tőle, és nagyon hálás vagyok neki. Mindig örömmel gondolok vissza arra, hogy mennyire bízott bennem mindig, és milyen sok tanáccsal látott el. Sokat is szoktunk beszélgetni egyébként, hogyha úgy van, akkor tudok is tőle bármit kérdezni, és bármit meg is oszthatok vele. A jövőben pedig már egyre többször szán kulcs szerepet az Elek Gábor vezette szakvezetés Márton Grétának. Erre utal az is, hogy már egy évvel szerződése lejárta előtt hosszabbítást kínáltak neki. Ki tudja, egyszer pedig talán hasonló ikonja lehet a Ferencvárosnak, mint Szucsánszky Zita. Nagyon meglepődtem, mert valóban volt még egy év a szerződésemből, és nagyon jól esett az, hogy ennyire bíznak bennem, és továbbra is szeretnék, hogy tagja legyek a csapatnak. Ez is nekem egy visszajelzés, hogy azt a munkát, amit elvégzek, azt jól csinálom. Szeretnék minél tovább részese lenni ennek a klubnak, és nagyon örülök, hogy továbbra is bizalmat szavaznak nekem. Valamilyen szinten most már kezdem magamban tudatosítani. Ez is egy nagyon furcsa helyzet, mert még valóban ilyen szerepem soha nem volt. Ilyenkor érzi azt az ember, hogy kezd felnőni. Ez nekem olyan, mint egy második család, és amikor elindulok edzésre, akkor úgy érzem, hogy hazamegyek, és egyáltalán nem idegen már nekem semmilyen szinten ez a közeg. Nagyon szeretem azokat az embereket, akik nap mint nap itt dolgoznak a sikerekért, és nagyon szeretem a közeget. Én minden pillanatban érzem a szurkolók szeretetét, és valószínűleg ez abból is adódik, hogy vérbeli fradistának tartanak, és én is annak érzem magam, úgyhogy szeretném meghálálni a szeretetüket a játékommal, és nekik is bizonyítani, hogyha kiátogatnak a mérkőzésekre, akkor én jól tudok harcolni és dolgozni a Ferencvárosért. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék mit jelent. Nekem az erőt, mitől minden beérik. A kis országot, hol együtt sokra megyünk. A frissességet, amitől büszkeség dagasztja keblünk. Új utakat, irányokat. A polcok bőségét. Azt, hogy itt otthon vagyok. Nekünk a hazai gazdaságot jelenti. Miért a szívünk dobban? Lidl. Minden jót. Jó áron.